A körről annyit hadd mondjak el, hogy az ötlet az már régi volt, 5 évvel ezelőtt, amikor a református iskola alakult, és hogyha nem baj, akkor elmondom, Erzsike, Dúró Erzsike volt az, aki kolléganőm volt, volt kedves tanítványom is, és ő adta az ötletet akkor, hogy talán kellene egy ilyet létrehozni itt ebben a városban, annyira azért mégiscsak nagy város, hogy egy értelmiségi kört és azon belül keresztény értelmiségi kört lenne jó létrehozni. Hogy miért keresztény, az azt gondolom, hogy még egy másik előadásnak lehetne a témája. Minden esetre érdekes módon véletlenek nincsenek, 5 év telt el, és most nyáron újra előjött ez a gondolat, és többen is ösztönöztek arra, hogy próbáljam ezt megszervezni. Nos, augusztus 3-án valóban sikerült, összegyűltünk, és akkor úgy tűnik, hogy van néhány ember, aki szívügyének tekinti ezt, azt remélem. A keresztény értelmiségi kör tartott előadást a Művelődési Házban szeptember 28-án. A kör, bár frissen szerveződött, mint hallottuk, megalakításának ötlete már korábbra datálható. A nyáron alakultunk, pontosan augusztus 3-án alakultunk. A keresztény értelmiségi kör azzal a szándékkal jött létre, hogy az értelmiségieket különböző munkaterületen, különböző hivatásúak legyenek, akár orvos, mérnök, tanár, találkozhassanak, beszélgethessenek a kultúra területéről vett témákról, az egész társadalmat érintő témákról. És hogy nem utolsó sorban azzal a szándékkal is, hogy egységet teremteni az értelmiség és a keresztény értelmiség körében a magja ennek a körnek keresztények. Arra gondoltunk, hogy ez a kör, ez egy szűkebb kör még, reméljük, hogy bővülni fog, és mindenképpen gondoltunk arra, hogy nyilvános előadás is legyen, hiszen nekünk feladatunk tájékoztatni a közönséget, a környezetünket. A keresztény értelmiségi kör első összejövetelén a vallásokról tartott előadást Tomka János, iszlám és vagy kereszténység címen. Hát, amit ugye mindenki tud, ugye szokták mondani, hogy az iszlám ugye Allah nevéhez kötődik, Allah az iszlámnak az istene, és szokták azt is mondani, hogy és Mohamed az ő prófétája. Igaz? Ennyit hallottunk, én is körülbelül nem túl rég időkkel ezelőtt ennyit tudtam, hogy iszlám, Mohamed és Allah az ő prófétája. Meg esetleg még egy-két kifejezést a televízióból, ugye amikor mondják, hogy dzsihád, vagy van olyan, hogy Ramadán, és akkor az ember fülel, hogy is van, mint van is. Végül is ezek nem olyan nehéz és bonyolult dolgok, és tényleg hozzátartoznak a valláshoz. Először talán Mohamedről szólnék egy pár szót, azért, mert igazából ő a vallás alapító. Az iszlám ez egy olyan vallás, amit meg kellett, hogy alapítsanak. Volt egy ember, egy férfi, egy, azt kell mondanom, államférfi, mert Mohamedből az lett aztán, akinek a neve fémjelzi ezt a vallást, vagy fordítva. Hát a Krisztus utáni 570. esztendőben született ez a Mohamed, egy átlagos családból, az édesapja nagyon hamar meghalt, az anyukája nevelte. Eltelt, vagy 25 év, és ő közben, hogy felcseperedett, kereskedő lett, kereskedelemmel kezdett el foglalkozni, sok információt gyűjtött, sokat utazott, ugye tudjátok, kereskedők jöttek, mentek karavánokkal, megismertek egyéb népeket is. Egyébként a mai Szaúd-Arábia területén élt Mohamed, és 25 éves korában a kereskedés folytán szintén egy kereskedő asszonya megismerkedett, akit aztán el is vett feleségül. Ezt az asszonyt Khadidzsának hívták, és 15 évvel volt idősebb Mohamednél. Született a házasságból 6 gyermek, és aztán nem túl sokkal Khadidzsa meghalt, úgymond Mohamed megözvegyült, nem tartott sokáig ez a magányos állapot, mert aztán újra nősült, és a feljegyzések szerint nem pontos, 9-15 feleséget vett el magának aztán. Ezek közül érdekességként említem meg, és hát jó, hogyha én nem minősítem, de a tények azok minősítik önmagukat, hogy az egyik feleség az egy 9 éves kislány volt, Aisának hívták. Én úgy gondoltam, hogy ő szó szerint elvette ezt a kislányt.
No tehát Mohamednek a magánéletéről elég, hogyha ennyit tudunk, és Mohamed saját bizonyság vagy bevallása szerint már gyermekkorában angyalokkal találkozott. Egyszer az történt, hogy amikor feküdt az ágyában, ő úgy mondja, hogy két angyal jelent meg, és felhasították a hasát, vagy a gyomrát, behatoltak belőle, és megtisztították a szívét ezek az angyalok. Közülük az egyik Gábriel angyal volt, Gábriel nem ismeretlen, a Biblia is ír róla. Úgyhogy ezzel kezdődött el, mondjuk úgy, hogy az ő kiválasztása, és aztán teltek múltak az évek, és aztán 609-ben, akkor bevallása szerint újra találkozott Gábriellel, aki akkor már elmondta neki azokat a dolgokat, amelyek önbizalmat, erőt adtak neki, hogy ő egy próféta lesz. Mai előadásunk témája az iszlám és a kereszténység. Egyrészt erről valamiféle ismeretterjesztés, hogy el tudjuk helyezni a világban. A kettő közötti, hát mondjuk úgy inkább ellentétek, mert elég kevés a közös pont, illetve hogy hát mégis most mi, akik itt vagyunk, és a 21. század emberei vagy gyermekei vagyunk, hogy jövünk ehhez a témához, vagy hogy érint bennünket mind iszlám, mind kereszténység. Az est folyamán az érdeklődőknek lehetőségük nyílt kérdéseket is feltenni, hisz egyre többen kíváncsiak az iszlámra és annak követőire. Bár mind a kereszténység, mind az iszlám vallás, a kereszténység többnek tekinthető ennél. Az előbb is, ahogy mondtam, hogy inkább az ellentét több vallásnak, inkább az iszlámot mondanám, a kereszténységet is úgy ismerjük, mint vallás, de én azt magamban úgy szoktam megfogalmazni, hogyha az az igazi kereszténység, akkor az egy életforma.